csökkenteni az alapvető élelmiszerek áfáját a jobbik. A párt képviselői már benyújtották az erről szóló javaslatot a parlamentben. Az indítvány szerint 2022. január 1-től a tejtermékek, a zöldségek és a gyümölcsök árát a lehető legalacsonyabb 5%-os általános forgalmi adót terhelni. Már korábban elindította a Stop Drágulás című aláírás a Jobbik, ezt követte nemrégiben a határozati javaslat. Berta Krisztián, a Jobbik választó kerületi elnöke szerint elodázhatatlan, hogy cselekedjen a kormány, hiszen az állandó áremelkedéssel a leginkább kiszolgáltatottabbak járnak a legrosszabbból. 5%-ra, lehetőleg alacsonyabb 5%-ra kell ezt levinni a 27%-ról, csökkenteni kell azonnal az árakat, és mindenhol biztosítani kell azt, hogy legyen haza is a, a polcokon, mint hogy egyébként ezt már egy-két be is vezette nagyon helyesen. Miután az ellenzéki párt hivatalos formában is eljutatta a kormányhoz ezt a kezdeményezést, Berta Krisztián hangsúlyozta, a döntés a miniszterelnök kezében van. Mi a javaslatunkat megtettük, innentől már a Fidesz felelőssége, ha úgy tetszik, a Fidesz képviselőinek döntése az, hogy valóban megkívánják védeni a magyar családok pénztárcáját, és valódi kormányzást folytatnak, vagy pedig marad a politikai kommunikáció választásokig. Ahogy arról mi is beszámoltunk, a karácsonyi menü egyik elengedhetetlen kelléke, a hal is drágább lesz idén, mint tavaly. Ennek oka a nyári aszályos időjárás, valamint a gabona és az energiaár emelkedése.